Együtt énekelnek gyermekeikkel a bátaszéki anyák. Ez is erősíti az anya-gyermek közötti érzelmi kapcsolatot, de meg sem közelíti azt a hatást, amit szoptatással lehet elérni a gyermek testi-lelki egészségére. Sőt, még az édesanyák jólétére is kihat, mivel felmérések szerint csökkenti az emlő és a petefészek rák továbbá a magas vérnyomás kialakulásának veszélyét. A bátaszéki anyukák azt mondják, nem volt kérdés számukra, hogy szoptatni fogják gyermekeiket. Ezt mondja a gyermeke születése előtt védőnőként dolgozó Bótáné Gergics Inez is. Én azt gondolom, hogy a legjobb táplálék a egy babának, a legegészségesebb, nem, meg a maga a test kap közelség, a kontaktus, ami nagyon fontos az anya-gyermek kapcsolat miatt, úgyhogy nagyon jó dolognak tartom. A másfél éves Marci is születése óta kap anyatejet. Az egészséges szempontjából is meg hát nagyon fontos kötődés. Az anyáknak a hát háromnegyed része próbálkozik vele. Sajnos van, akinek ugye nem jön össze, különböző okok miatt, de a többségük igen szeretné szoptatni a babáját. Az anyatej mindig a baba igényeihez igazodik, rengeteg immunglobulint, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mindig elérhető, és a baba igényeihez igazodik. Segíti a szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, meg hát ugye az aranyóra az a legfontosabb, szülés utáni első két óra, akkor alakul ki leginkább ez a kötelék köztük, és hogyha az nincs meg, akkor sajnos ez befolyásolni is tudja a szoptatást. Nóra és Anna ikrek, a másfél éves gyermekeket nagymamájuk is elkísérte a rendezvényre. Együtt énekelt, táncolt unokáival. Igyekszik minél több időt tölteni velük, akik egyébként anyatejjel vannak táplálva születésüktől kezdve. Hetente kétszer vagyunk körülbelül itt, mert mi bonyhádiak vagyunk, de jövünk mindig az unokákhoz. Levelet gerebjézünk, mivel ősz van, ugye, levelet gerebjézni, söpörni. Igen, mesét olvasunk, mesés könyvet nagyon szeretik már. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy ilyen alkalmat szerveznek a városba, és nagyon örülünk, és sok sikert kívánunk a szervezőknek, hogy legyen ilyen máskor is. A településen már hagyomány, hogy a város minden évben egy rendezvény keretében köszönti az előző évben született gyermekeket. Idén 66 gyermek és édesanyja kapott az ünnepségre meghívást. Most jelenleg a 2017-es születésű gyermekeket, illetve a szüleiket köszöntjük. Egy kis ünnepséggel, fogadással, kis játékkal, munkával várjuk őket. És így ez egyfajta gesztus. Igen, igen. Ezzel köszöntjük meg, hogy a legjobbat adják gyermekeiknek. Mielőtt átadta volna az okleveleket, Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere a szülőknek, kifejtette, milyen fontos, hogy az édesanyákat és a legfiatalabb bátaszékieket ebben a formában is köszöntsék. Továbbá ez a rendezvény a szülők eszmecseréjére is lehetőséget nyújt, ahogy arra is tökéletes az anyatejes nap, fogalmazott Bozsolik Róbert, hogy a gyerekek egy kicsit közösségben legyenek. A város részéről mi mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy a fiatal pároknak is segítsük. De most már 4 évvel ezelőtt bevezettünk a szülői támogatást, próbáltunk támogatási rendszereket kialakítani, ezzel is segíteni a családokat. Ezt közelőről is szeretnénk majd folytatni. És bízom abban, hogy esetlegesen véleményükkel, javaslataikat megfogalmazzák, akkor esetleg a város más életében, más pontjain is tudunk olyan szolgáltatásokat, rendezvényeket tartani, ami mondjuk a kisgyermekes szülők számára fontos lehet. Akár mondják el véleményüket a játszóterek kialakításáról, hiszen nagyon fontos, hogy ott is tudjanak találkozni. Az anyatejes nap egyik célja az is, hogy felhívják a figyelmet a szoptatás jótékony hatására. Felmérések szerint az anyatejes táplálás 10%-kal csökkenti a túlsúly és az elhízás veszélyét. Továbbá szoptatással akár a felére csökkenthető az olyan gyakori gyermekkori betegségek kockázata, mint a hasmenés vagy a különböző légúti fertőzések. Ráadásul az anyatej növeli az intelligenciát.